nem vagyunk abból a helyzetben, hogy egy szóvivő hölgy megjelenését különösebben kommentáljuk, mert akkor magunk is kritikát kapnánk, de már azt hiszem, hogy el lehet mondani, hogy a megjelenése is meglehetősen visszataszító. A beszédmodora nem érthető, áttekinthető, és azért egy, mondjuk egy szóvívőnek legalább 15 panellel kellene dolgoznia, és Selmeci Gabriellának legfeljebb 3,5 van. Tehát szerintem még a Fidesz lojális nézőből is egyfajta unalmat és visszatetszést vált ki. Ez lenne azért rövid expozém. Nem elég a 3 panel, Tamás? Először is biztos, hogy több van, mert nem ő maga írja a 2. Ez egy hölgyel kapcsolatban azt mondani, hogy visszataszító megjelenés, ez nem mondanám. Csak azért nem mondanám. Én mentegetőztem, mikor... Jó, azért, azért nem mondanám, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy te azt mondod, hogy Selmeci Gabriel miután nem elég, hát hogy mondjam neked, kapós a szavak tetején, nem elég, hát hogy mondjam, szofisztikált, nem formálja gyönyörűen a mondatokat, ezért ne szánni kéne őt, nem mirálni. Képzeld el, hogy áll a szufiták mögött, és neki ki kell lépnie azzal, amilyen neki van. Hát milyen borzalmas. 2. A szóvívők azok nagyon érdekes fajták lesznek, mert azok nem választott politikusok, és mégis ők mondanak különböző politikai véleményeket. De valaki kiválasztja őket abban a reményben, hogy a politikai marketingben most valami csodát fognak csinálni. Kétharmaddal nem kell én már ebben eladni. A csodában nem Attila, hiszem. Attila, el van adva a dolog, tehát éppen azért nagyszerűek ezek a politikai kommentátorok, már a szóvivők, mert a hatalom mindent megengedett magának. Egy kockázatos hatalmi helyzetben az ember biztosan nem Selmeci Gabrielt kéri meg, hanem mondjuk talál egy cukrászt arra, hogy elmondja, és ha jól tudom, akkor Zsigó Róbert eredeti foglalkozása cukrász. Hát ki engedheti ezt meg magának? Csak az, aki olyan biztos abban a hatalmában, hogy álljon ide az ide, ez meg az meg amaz. Totális alkalmatlanságban is lehet politikai marketinget csinálni, sőt, pontosan az, hogy megszánod a beszélőt, hogy rokon szenved ébreszt benned a képtelensége, a tehetség híja, hát ez nem a legjobb politikai marketing? Magyarán szerinted itt egy szociálpolitikai mozanatról van szó. Megsajnálták a Selmeci Gabriel. Nem, mi sajnáljuk őket, hogy ezzel ki kell lépni őket. Azért gondold meg, hogy mivel lépnek ki. Egy kicsit patetikus hangzik, lezárom. Én azért a tévénézőket sajnálom, magunkat is beleértve, mikor Selmeci Gabriel megjelenik, mert tudjuk, hogy rossz megjelenéssel és alacsony intellektuális színvonalon fogunk kapni valamit. Ez azért nem biztos, hogy így van. Zoli? Én nem sajnálok senkit, elnézést.